Szevasztok srácok, Zumbi üdvözlök mindenkit, és most megint a teraszról jelentkezem. Volt egy kis hiányérzetem, hogy van egy deck, amivel nem játszottunk, és igen, ez a Shadowrock Shaman. Az elején nagyon mémnek tartottam, úgyhogy csak Wide-ban játszottunk vele egy ilyen Jade-es Shadowrockos történetet, viszont ez itt egy full standard verzió, egy lap hiány majdnem ugyanaz, amivel Sinto játszott most a Seoul-i Hearthstone Championship Touron, és ez a lap különbség pedig ugye abból adódik, hogy nincs Hemet Jungle Hunterem, és nem volt kedvem ennek a vicces deck kedvéért 1600 dustért lecraftolni, úgyhogy belemegy egy Kalimos, pont elég elementálunk van ahhoz, hogy lehet, hogy ki lehessen szedni belőle valami kis értéket, aztán ha nem, akkor meg nem, de igazából teljesen mindegy, ugye ennek a decknek nagyjából az a lényege, hogy ne húzzuk túl magunkat, mint ahogy Sinto tette, ne égessük el a Shadowrockot, játsszuk ki a két Seven Eye Chain Ganget, a két Life Drinkert, a Grumble-t, és utána mehet a Shadowrock. Körülbelül ennyi a történet, minden más pedig a fantáziánkra, a kreativitásunkra és a Resident Sleeper leszedéseinkre van bízva, úgyhogy így tudunk vele nyerni. A Hearthstone mindig is szerette, legalábbis a Team 5, hogyha van egy olyan deck, ami tudja szivatni a kontrollokat, ugye ez a mechanika volt a Jade mechanika, a korábbi kiegészítőben most pedig ugyanez a Shadowrock, ami az összes lassú decket meg tudja enni igazából, és nem nagyon lehet ellene mit csinálni, kivéve, hogyha szét tudjak égetni az ellenfélnek a deckjét, ami érdekes egyébként, hogy kelezettel játszik. Ezt eddig korábbi deckekben nem láttam, de nagyon tetszik az ötlet, hát végül is nem túl sok hasznos két drop van, ami ebben a deckben hasznos lehet. Jó, láttam olyat, ami még Blazing Invocation-nel játszott, meg ilyenekkel, de maradjunk ennél, végül is mégiscsak az egyik legjobb európai játékosnak a deckje, próbálkozzunk ezzel. Ugye a rossz matchup nekünk nagyjából az agro, hogyha rosszul húzunk. A combo deckektől kell igazából tartanunk, mert ott van baj, meg lehet baj. A kontrolloktól elméletileg nem kell félnünk. Kivéve, hogyha valaki Lich King-el játszik, és mondjuk sikerül a grippel ellopnia a Shadowrockunkat. Thrall versus Rexha! Let the hunt begin for Doomhammer! A vulkánot megtartjuk. Hunter ellen ki tudja. Ez egy jó anti-hunter csomag, a Kalimos leszámítva. Na vajon szikrete vagy hibrid? Eddig bármi lehet. Hero Power vagy a Shard? Hát... most egyet üt, az igazából semmit nem csinál, úgyhogy ez maradhat. És akkor most Tempo Healing Rain. Csak a lapúzásaimnak kéne feljönni igazából, és itt teljesen rendben lennék. Hex? Never hex. Viszont néha kelezett. Megpróbáljuk hát a freezing. Nem freezing. Néha Huffer. Megcsináljuk ezt most? Megcsinálhatjuk. Igazából nem. Vagy azt mondjuk, hogy vegyük greedy-re a figurát, és ez egy oda, egy meg oda. Na most a kelezetet... a kelezetet nem értékelem annyira sokra amúgy. A Lightning Storm meg pont jó lesz majd a farkasok ellen. Szerintem greedynek kell lennem. Na végre Farsight. Na nézzük, mit kapunk.
Wow. Azt hiszem a legjobba beleúsztunk. A Farsightnak nagyon sok jó targetje van, de szerintem kb. Ez ott a legjobb. Üssi a főnök. Hát és akkor most a Shadow Rockot kirakjuk 7 manán és örülünk, ja. Csak a leszedések. Csak a leszedések. Kéne a második Glacial Shard. Vagy nem tudom mi kéne. Glutonous Ooze-nak egyébként tudnék örülni. Mi az, amit nem szeretnénk ugye ebbe a matchupban nem felhúzni, az pedig gondolom a Grumble, már igazából van annyi bor clearünk, hogy most a Hagatát tök mindegy, a Serenite-okat mindenképp, meg a Life Drinkereket, ugye ha ezek megvannak, akkor minden szép és jó. De eddig mennyiből? Hát 11 lapból feljött egy darab laphúzás, ez elég sovány. Jó, az a legjobb lapunkat találta el egyébként, úgyhogy rohadt szavam nem lehet. Na, mindjárt érkezik a farkas csorda. Hát a Zola az így kimondottan jó, azt hallottam. De egyébként ez hiba volt, mert hogyha Explo, de nem az. Explo? Ha Explo, akkor azzal többem lehetett volna kint. Kellemetlen. Most a Healing Rain-t el kell tolni? Nem tolom el. Mert az úgy is kifér a Lightning Storm, hogy itt, ja, ez egy hiba volt, hogy nincs kint most a Taunt-om. Igen, előtti, igen. Farkasok. Hát jó. Ajaj, átalakultunk control matchuppá. Igazából itt, hogy átalakult, így most már tök mindegy, hogy az előbb elrontottam a sorrendet. Mert így is úgyis meghalt volna. Mi kell nekem még a kombóhoz? Hát a lényeg, és csak a lényeget nem húztam be eddig. Na végre. Ha most kirakom az Ecolite-ot, túl tudom-e húzni magam? Túl tudom húzni magam, és az egyetlen dolog, ami megbüntet, az, hogyha a Grumble-t túlhúzom, semmi más. Kettőt tud velem húzatni, hogyha úgy gondolja. Ja, akkor kirakjuk. Ja. Ha húzott velem kettőt, akkor egy lapot égetek. Most elég sok az esély annak, hogy olyan lapot égetek, mire nincs szükségem. Wow. Na fene. Hát ez nem biztos, hogy világ legjobb ötlete volt szerintem. Én azért csak rámentem volna a húzatásra. Tehát egy... Na végre. Kapott egy kisméretű békát. Csak ugye csinyen kell bánni, mert csak egy hexen van. Egyébként lehet a Life Drinkert izzolázni, nem? Éppen lehet. A Grumble-nak nyilván jobban örülnénk. Wow.
Hát az mindent is megkapott. Na jó, lehet, hogy itt az első vulkán akkor kimegy. Jó. Jó. Vagy... Azt mondom, hogy nem érdekes. Kimehet egyébként egy vulkán, de most... Az annyira szar itt. De most tényleg. Ez az 5 HP. Na jó, az egyiket kiengedjük. És természetesen... Na, viszont így a Kalimoszból tudunk értéket kinyerni. Az jó. Az nagyon jó. Tudunk azzal gyógyulni egy csodásat. Vagy tudunk egyet borklírelni. Mondjuk a borklír se rossz szerintem a Kalimosszal. Most következő körben az úgyse történik meg. Wow. Ez igazán... És nyilván a Seronite-ot kellett. Tehát így... Egyébként az előbb ráment az égetésre. Bezzeg a múltkor, amikor megtehette volna az Ecolite-ból fixen, akkor nem. Na, második szemlányított nem szabad. Na, és akkor viszont most. Most ez egy... Az a baj, hogyha hármat sebez mindenbe, az kevés. Tehát most aktív, én ezt értem, de... Az visszaadja kezembe, gondolom. Ez elég lesz? Hát, meglátjuk. Ha nem, akkor még mindig ott van egy. És már csak egy vulkánom van leszedésre. Jó, a Kalimoszom még jó lesz. Sokszorosan overloadoltam magam, de legalább a Kalimosz ki tudom majd következő körbe rakni. Meg ki kéne rakni egyébként a Glacier Shardot meg a Healing Rain-t. Mert most kimarad egy bíztja, akkor duplakáció. De menjél már haza! Jó, lefagyasztjuk és Healing Rain valószínű. Miért arra megy a fagyasztás. Megmegy a Healing Rain. A dupla kill command így se jó egyébként, és az pedig elvileg nála lehet. Ha tud bármivel buffot adni nekik, az nem vicces. Wow. Jó. Na végre a Seronite is itt van. Tök mindegy, mert Kalimosz így is meghal. De most a Seronite jó, azzal még megvagyunk még egy kört. Azért a Mind Control tech előjöhetne. Igen, dupla KC. Igen, igen, és akkor... Ja, hogy minden nála van természetesen. Igen, még egy. Szakadj meg!
De egyébként azt utálom, hogy negyed óráig kell szívni, amíg az ember így... Ne. És még annyira örültem, hogy sikerült a Shadow Rockba belehúzni, aztán az összes többi kombó darab így nem jött föl. És nem gondolom, hogy a random beast-be generált King Muklát kellett volna körbejátszanom azért, hogy a Shadow Rockot ne ég, vagy a Seronite-okat ne égesse már szerintem. De ez megint ugyanaz a majom? Szerintem megint. Ja, és át is rakta magát egyből. Hát, csodálatos vagy. Na, de legalább live drinkerünk van. Leszedés, húzás, live drinker. Na, és ezt mondtam, tehát hogy az előbb a Grumble hiányzott a kezünkből, semmi más, és egyből, a következő meccsből egyből feljött a Grumble, ez ilyen meglepő. Ez egyébként már Facehunter, ez nem ugyanaz, mint az előző. Most ezt lehetett volna boltolni, de mi a fenének? Jó, ez valószínűleg egy Lightning Bolt. Lightning Bolt Hero Power? Hát, de köfkörbe a Monatide így is ki tud menni. Széles boltja lesz, akkor az MC-tekkel büntetünk. Így nem tudunk most live drinkerezni, hát az szomorú. Ó, nem az. Hát, hogy ő hatalmasan nagy méretű dolgokkal játszik. Csodálatos. És a Hexet nem szabad elhasználni. Mert lesz ott egy Katrina, aki ellen az nagyon jó. Nem teljesen arra alapra gondoltam. Ezt nyilván le kell ütni. Ja, hogy Flanking Strike. Jó. Megöljük-e a farkast? Hát szerintem megölhetjük, nem? Ja, ezt megöljük. És akkor toljuk már ki ezt. És akkor most pakol akkor egy kis MC-tek. De lehet, hogy az MC-teket be kellett tartani valami nagy lény, de... Dupla Flanking Strike kezdő kézmény, mennyi van felnével? Jó, most rámegyünk az MC-tek value-ra. Éppen rámehetünk, vagy megpróbálhatjuk. Na, akkor 50% hogy jót szedünk. Azt kérem. A legszarabbat természetesen, tehát nem is az 1-2-t, hanem hogy a sérültet, ami tök mindegy, mert felgyógyul, de akkor is, tehát a lehető legrosszabbat sikerült átvenni. Wow. És nyilván másolt egyet belőle, tehát hogy egyértelmű. De miért nem a 3-3-mal ütött? Jó, már akkor a taunt miatt nem ment volna. Jó, ez egy hex. Ez egy hex, ez simán. Na, kelezetünk nekünk is van végre. És akkor ez lehet kelezett Seronite? Lehet éppen. És akkor már csak a Shadow Rock kell, és így majdnem meg vagyunk. Jó, egy live drinkerünk van. Wow. Igen, kiment a Hex, és nem lesz erre megoldásunk. Csodálatos. Az semmit nem csinál. Kb. Annyit csinál, hogy ezt így belecsaphatom. Hogy egyre kevesebb HP-n legyen. És nyilván a spell damage se jött ki, hogy így véletlenül a Lightning Storm-ba így belehajjon valahogy, random módon. Alakul. Jó. Spell damage. Spell damage. Wow. Ez 8. Ez 16. Hát basszus. Jó, manából kifér a teljes. Próbáljuk már meg ezt. Ja, de az úgy viszont nem fér ki. Csináljuk ezt.
Nem rossz a leosztás. De nem is a legjobb. Egyet kell high-rollolni, hogy jó legyen. Sosem high-roll, ugye? Nem baj. Mekkora asztalt töltünk már. De... Menjél már haza, komolyan! Ez egyébként a megváltás kb. Kill command és hell... De nem hiszem el, bazd meg, hogy az egyetlen olyan dolgot kapta a Lich King-től, ami megtudta... De ilyet hogy? Tehát én sosem kapom így! Na jó, nem akarok több Huntert, jó? A Stitch Trackerből ki tudja húzni a show-t, a legjobb dolgot, amit fosni kell, mint az állat, le kell hexelni, aztán utána Lich King természetesen, aztán tele tudja rakni a teljes bordot úgy, hogy egyet sem high-rollolok, tehát hogy véletlenül se tisztítsam le bordot teljesen, aztán utána a vulkánban hiába hal meg minden, letál van a kezében. Assza meg. Zola kell? Nem kell a Zola. Ezek kellenek, hogy MC-tekkel át tudjam majd húzni tőle a... De ugye mondd, hogy nem evil lock vagy. Ez csodálatos. Tényleg csodálatos. Igen, teppej basszus. Igen, hogy legyen 8. kör, 3. kör egy giant. Na jó, az nem lehet, mert nálam van a coin. De egyébként mit tudtam volna tenni azon kívül, hogy takarítom az asztalt és gyógyulok? Hát így szerintem a világon semmit kb. A Defy miatt az Ecolite-ra vigyázni kell, és... Milyen meglepő, hogy ott az a rohadt óriás. Így senki nem gondolta volna. Na. Egy nagy méretű békája már lehet. És milyen jó, hogy nem tettem bele ebbe az Acolyte-ot. Az a baj, hogy lehetne a második. Amire mondjuk vulkánnal tök jó leszek. Ez is jó lehetne, de ettől nem fosunk annyira, mint az óriás, szóval. A top deck-et rakjuk ki, hogy ne gondolja, hogy nálunk van a másik. Be smart. Grumble. Grumble és meg vagyunk. Ezt fel tudja gyógyítani a 4 manás hurkával, de én meg tudok egyet MC-tekezni. Jó. De szerintem itt most ezt megéri az MC-tek, nem? Ja, valószínűleg meg. Főleg, hogy ki is fér a Seven Knight-okkal együtt. Ezt kérem. Az se rossz. Jó, de legalább nem a Sam Fury-t kaptam. Sam Fury Protector-t kaptam volna, akkor lehet, hogy így össze-vissza csapkodtam volna. Ne komolyan. Így nem hiszem el, hogy mindig unlucky-nek kell lenni. So many. Jó. Ugye Mortal Coil-on nem játszik, úgyhogy nem tud semmit letenni kettőbe, se egybe.
őt esetleg, de hát ő meghal. Ja, ebből nem lesz defile. Jó Hellfire-ra egyébként jó lehet a ward, csak az övé is meghal cserébe. De nem hiszem, hogy a tiszta bor neki annyit ér, hogy... Ezt gondoltam. Ja, de abban meg belecsapjuk a 4-3-at, meg a 3-3-at. Vagy valami ilyesmi. Úgy. Minőségi dúszéje. Kérdés, hogy meg akarjuk-e egyébként ölni a dolgokat? Tehát ez biztos, hogy kirakjuk. Ez egészen biztos. Ez meghal. Nem tudom megölni amúgy. És akkor most sodorok. Amúgy a Zola lenne a kezembe, de nem, mert játszik Siphon Soul-ra, és ugye akkor bebuktam. Minőségi. Hát akkor ez lehet egy live drinker, és lehet egy pain. Szép. Na, ez így kimondottan jó. Fegyvere úgy sincs. Ezt meg csak úgy kirakjuk, nem? Defile a kettőt húzott. Az nem baj. Nem kettőt. De kettőt. Ha van két HP-s lénye, akkor tud hármat. De ennek annyi értelme van főn. Tehát így kapsz egy 4-4-et, meg egy 6-6-ot. Ez csodálatos. Ó. Lehetett volna Lightning Stormozni, meg lehetett volna egyébként Coin Lightning Boltozni, de azt se akartam. Oké. Hát Vulkára még így is jó vagyunk, nem? Na wow, ott a Grumble. De ez Vulkán, nem engedhetem meg magamnak, de... Ugye így is úgy is túl leszek töltve. Kövkörben nem tudok shadowwalkozni sehogy. Még coinnal. Hát coinnal tudnék, de a grumble nélkül nincs értelme. A grumble-t még mi van, hogyha most kirakom? Jó, nem tudok zolázni. Nem tudom. Grumble elementál, tehát akkor tudok kalimoszhozni következő körben. Az mondjuk... Nem mondjam rossz. Hát akkor ez egy kis greedy play. Reméljük nem leszünk nagyon megbüntetve érte. Jó, Siphon elmehet rá, de igazából nem érdekes. Az a baj, itt meg kell csinálni a hexet, nem? Ja, ez egy hex. Sajnálatos módon.
Így most nem vagyok overloadolva, tehát ki tud menni a Shadowról. Király. Na hát akkor pokcsömpeket előkészítjük, indul a játék. 6-6-ot, sosem a 6-6-ot. Jó, azt visszakapjuk. Jó, hát még nem halt meg. Jó. Most egyszerre kéne takarítani és is kivenni a kezemből a két. Igen. Farsight, senkit nem érdekel. Az már jön is vissza. Azért csak megnyerjük már így a végére. Na hát, az előző két meccsen csak ennek kellett volna összejönnie igazából, semmi másnak. Na szerintem egyébként ennyi a Shadow Rock Shamanból pont elég is. Ját láttátok. Két Hunter ellen vesztettünk, egy Lock ellen győztünk, ez szerintem egyébként nem egy annyira borzalmas arány, bár hogy nyilván 33%, de nem Hunterekből áll a létrának a nagy része, még annak ellenére sem, hogy a Spell Hunter most elég jó. Na, örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk holnap a Tavernról van. Sziasztok!